Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen segélyhívások és mivel fordultak a katasztrófavédelemhez az emberek. Az ünnepek alatt Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye úgy olvastam, hogy karácsony első napján 185 segélyhívás érkezett. Szóval milyen a legfontosabb problémák, milyen jellegű riasztások voltak az ünnepekben? Ugye arról szoktak önök, sokszor felvják a figyelmet, hogy ne hagyjuk égve a gyertyát a karácsonyfán, és nagyon-nagyon figyeljünk oda minden részletre az ünnepek alatt. Szóval mik történtek, miről tud beszámolni? Egyáltalán nem unatkoztunk a karácsony három napja alatt. Összesen 368 tűzoltói beavatkozás volt a karácsony három napja alatt. Szenteste 129, karácsony első napján 133, karácsony második napján pedig 106 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A három nap alatt 99 alkalommal tűz miatt, 269 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesetek miatt hívták a tűzoltókat. Összesen 70 lakástűz volt karácsonykor. Hogyha visszaosztjuk ezt a három napra, akkor megkapjuk, hogy gyakorlatilag óránként kigyulladt egy lakás. A tegnapi napon... Jól értettem, jól mondta, hogy óránként kigyulladt egy lakás? Pontosan, gyakorlatilag óránként kigyullad egy lakás Magyarországon ilyenkor. Tegnapi napon egy ember lakástűzben, ketten pedig szénmonoxid mérgezésben hunytak el. Hétfőn reggel 7:30 körül riasztották a tűzoltókat Kunmadarasra, ahol egy 80 négyzetméteres lakóépületnek a nappalija égett teljes terjedelmében, és egy helyen még a födém is beszakadt. A tűzoltók oltás közben egy holttestet találtak az épületben. Innen a tűzoltók három gázpalackot is kivittek, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak. Tegnap este 10 körül érkezett a jelzés hozzánk, amely szerint két holttestet talált a mentőszolgálat Egyházas Gergén, egy családi házban. A gyanú szerint szénmonoxid mérgezés történt, ezért hívták a tűzoltókat, akik légzőkészülékben szénmonoxid mérővel hatoltak be a családi házba, és valóban magas koncentrációban kimutatták a halálos gáznak a jelenlétét. Itt nem csak két ember, hanem még két kutya is elpusztult szénmonoxid miatt. Itt valószínűleg az volt a probléma, hogy minden nyilászáró zárva volt, a pincében pedig egy vegyes tüzelésű kazán üzemelt, ami meghibásodhatott. Látszik, hogy nem pihen ilyenkor sem a veszély, sem a szénmonoxid, sem a lakástüzeknek a veszélye. Ugyan a karácsonyon már túl vagyunk, az ajándékozáson már túl vagyunk, mégis sosem késő kiegészíteni az ajándékokat és venni egy szénmonoxid érzékelőt, amivel meg lehet előzni a szénmonoxid mérgezést. Ott keletkezik szénmonoxid, ahol beltérben nyílt láng van, akár fűtés, akár vízmelegítés céljából, illetve egy füstérzékelőt is érdemes venni, ami pedig lakástüzek esetén tesz nagyon jó szolgálatot, hiszen a tűz keletkezésének a legelején jelez, amikor még bőven van időnk cselekedni, akár eloltani a tüzet, akár kimenekülni az épületből, és hívni a tűzoltókat. Ugye ezek nagyon-nagyon döbbenetes számok, és önök minden évben fölhívják a figyelmet arra, hogy mire érdemes odafigyelni. A korábbi időszakhoz képest mennyiben változik a helyzet, vagy hát hogy fogalmazok, mindig lehet számítani arra, hogy ilyen balesetek történnek? Mert azért ezek nagyon-nagyon megdöbbentőek, ez a számok, amit az előbb említett, és vissza is kérdeztem rá, ugye az előbb, hogy óránként történik ilyen probléma. Sajnos hozzuk az átlagot. Azt lehet mondani, hogy a korábbi években is ugyanez volt a tapasztalat, hogy ilyenkor az ünnepek alatt mindig megnő a lakástűzeknek a száma. Többet tartózkodunk otthon, az ünnepek miatt, a hideg idő miatt, emiatt többet főzünk, fűtünk, világítunk, több elektromos eszközt használunk, szabadidőnket otthon töltjük, és emiatt bizony megemelkedik a lakástűzeknek a száma. Viszont a speciális karácsonyi tűzek, karácsonyfa tűz, adventi koszorú tűz, azoknak a java még hátra van, hiszen ezek mostanra kezdenek nagyon jól kiszáradni a fűtött lakásban, akár a fenyőfa, akár az adventi koszorú. Az adventi koszorún most kezdenek a gyertyák lassan olyan annyira megrövidülni, hogy csonkig égnek, és könnyen átterjedhet a gyertyáról a láng a koszorúra, onnan az asztalra, onnan pedig az egész szobára. Figyeljünk oda ezekre,
Én azt javasolom, hogyha teljesen mindegy, hogy igazi fenyünk vagy műfenyünk van, gyertyát, csillagszórót egyáltalán ne gyújtsunk meg a fenyőn. Ne legyen a fűtőeszköz közelében a fenyőfa, akkor nem fog kigyulladni. Az adventi koszorú alatt mindig legyen egy tűzálló tál, és akkor megelőzzük ezeknek a tüzeit. Egyébként, ha már arról beszélt, hogy most jön a java, hát ugye a szilveszterre is készülünk, természetesen néhány nap múlva szilveszter. Ugye akkor is mindig el szokták mondani nagyon-nagyon sokszor, hogy mire érdemes odafigyelni, de most mit gondol, hogy mi az, amikor a leginkább, ugye sokan elmennek, egyébként mi most is elutaznak, vagy a rokonokat meglátogatják, akár a lakás ott marad, készülnek szilveszterre, szóval mire figyeljünk a leginkább? Amire nagyon figyelni kell, hogy tűzijátékot csak legális forrásból vásároljuk. Jellemzően nagyobb üzletek, plázák, parkolóiban lehet ilyen felállított konténerekkel találkozni. Itt lehet legális tűzijátékot vásárolni december 28-ától 31-ig. Viszont ezeket felhasználni csak az év utolsó napján este 6-tól január 1-én reggel 6-ig szabad. Tehát itt van egy időintervallum, hogy megvettük, de még nem használhatjuk őket. Fontos, hogy a megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk a kocsiban. Bocsánat, és mit tapasztal, hogy betartják ezeket a szabályokat az emberek? Mármint, hogy a felhasználásra vonatkozó szabályokat? Itt mi a tapasztalat? Évente olyan 30 és 50 közé tehető a tűzijáték miatti tüzeknek a száma az év utolsó napján. Ami, ha azt nézzük, egyetlen egy napra vonatkoztatva azért elég sok. Nagyon gyakran olyan tüzekhez vonulunk, hogy a tűzijátékot valaki kilőtte, de a visszahulló forró maradékot megfogja és még forró állapotában kidobja a kukába. Ég az egész kuka, a kuka mellett parkoló autó, mellette még a ház is meggyullad. Tehát figyeljünk oda ezekre, tűzijátékoknak a használati utasítását, azt minden esetben olvassuk el, és tartsuk be a benne foglaltakat. Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről sem, kutyák ilyenkor szeretnek megszökni otthonról, és beesnek, beszorulnak. És hát félnek nagyon, ugye, mint tudjuk. Így van, aztán a tűzoltóknak kell kiszabadítani őket. Engedjük be őket a lakásba, kapcsoljunk be egy kis zenét, vagy a tévét egy kis háttérzajnak, akkor sokkal kevésbé hallják a tűzijátékot, sokkal kisebb az esély, hogy meglépjenek otthonról. Hát köszönjük szépen akkor a jó tanácsokat, meg hát az információkat is. Mukis Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, és hát azt kívánom, hogy hát nem is, a minél kevesebb munkájuk legyen, azt hiszem, hogy ez most a legjobb. Köszönöm szépen önnek, minden jót kívánok. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Karácsony lévén ugye nagyon sok ajándékot vásároltunk, és ilyenkor ez az időszaka, az így a két ünnep között, meg január is, amikor kiderül, hogy mi az, ami nem biztos, hogy jó méret volt, vagy valami mást akartunk venni, másként akartunk venni, úgyhogy ilyenkor mindig felvetődik az, hogy meddig és hogyan lehet visszavinni a karácsonyi ajándékokat az üzletekben, milyen lehetőségeink vannak, mik a tapasztalatok. Erről beszélgetünk dr. Kispál Edittel, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőivel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ugye ez a nagy klasszikus kérdés, és tudom, hogy már sokszor elmondtad, de azért szerintem érdemes elismételni, hogy ilyenkor, ha tényleg ott van mondjuk egy olyan ajándék, ami valami miatt nem a megfelelő, kicsi a mérete, nagy a mérete, más színben szeretnénk, vagy valami más szeretnénk, akkor meddig lehet visszavinni az üzletekbe? Mi a tennivalónk ilyenkor? Hát ha a jogszabályokat nézzük, akkor üzletben nem lehet visszavinni terméket amiatt, hogy nem tetszik, nem jó a méret, többet kaptunk belőle. Ugye ez az online vásárlásnál él, ez az indokolás nélkül elállási jog, ami a termék készhezvételétől számított 14 napig ad lehetőséget a vásárlóknak, hogy visszaküldjék a terméket. De reagálva az online piac előtérbe kerülésére, a hagyományos üzletek is egyre inkább felajánlják ezt a lehetőséget a vásárlóknak, hogy vissza lehet vinni. Ott mondjuk nem a vételárat kapjuk vissza, hanem levásárolhatjuk a terméket, tehát másra cserélhetjük. Ezt sok esetben akár a pénztárnál kiírva láthatjuk, vagy magán a blokkon van olyan nagy ruházati cég, aki mondjuk a blokkra ráírja, hogy 30 napig vissza lehet hozni az új állapotú termékeket. Itt viszont nagyon fontos tudni, hogy csak olyat vesznek vissza, amint tényleg nincs mondjuk a ruhaneműből a címkét kivágva. Tehát látszik rajta, hogy ez tényleg nem volt hordva, csak valami miatt nem tetszik az illetőnek, vagy nem erre gondolt.
Ugye említette az internetes vásárlást, hát tényleg egyre többen vásárolunk. Az interneten kényelmes, praktikus, nem kell sorban állni, nem is sorolom az előnyeit, viszont beszéljünk egy picit a hátrányokról, mert ahogy ön is említette, ott azért kevésbé tudjuk érvényesíteni, hogyha bármi probléma van a termékkel, hogyha mégis úgy alakul, hogy más érkezik, vagy nem érkezik oda mondjuk az összes része, mondjuk egy összeszerelné, vagy bútornál, vagy bármi másnál, amivel mondjuk probléma lett, akkor mit tudunk tenni? Milyen lehetőségeink vannak? Az utóbbi időben rengeteg panasz érkezik online vásárlások esetében, ami arra az irányba mutat, hogy gyakorlatilag kattintunk és vásárlunk, és nem nézzük meg az adott weboldalt, hogy ki van mögötte, hogy egyáltalán tudjuk, hogy kivel kötünk szerződést, hiszen ezzel a kattintással ugye mi szerződést kötünk alapvetően, és utóbb nem tudják kinél a panaszt bejelenteni, vagy hova visszaküldeni a terméket, mert nincs egy cégnév, nincs egy cím. Tehát nagyon fontos, persze utólag már nem lehet mit tenni, de próbáljunk meg úgy vásárolni az online térben, hogy azért megnézzük, hogy kivel fogunk. Mert azért, ha jól veszem ki a szavaiból, elég figyelmetlenek vagyunk, vagy nem szoktunk erre figyelni, vagy simán rákattintunk, és már fizetünk is? Simán rákattintunk, megtetszik a weboldal neve, vagy utal az adott márkára, azt gondoljuk, hogy ez biztos, hogy ahhoz tartozik, és akkor ez így rendben lesz. Sajnos tényleg nagyon-nagyon sok panasz érkezik, a műszaki cikktől kezdve a ruhaneműig, a parfümig, tehát nem is tudok kiemelni semmilyen területet, hogy ez hol érintheti leginkább a vásárlókat. Tehát tényleg legyen az első vásárlás előtt, hogy megnézzük, hogy van-e egy kapcsolatfül, van-e egy általános szerződési feltétel, meg kell találnunk egy cégnevet, egy székhelycímet, egy e-mail címet, egy cégjegyzékszámot, egy adószámot. Tehát, hogyha ezeket az információkat nem találjuk meg viszonylag gyorsan egy weboldalon, akkor azt el kell felejteni, és onnan nem szabad rendelni, mert utóbb, hogyha baj van, akkor nem fogunk tudni kihez fordulni. Egyébként az a menete, hogy természetesen be kell jelenteni a panaszunkat, ugyanúgy a vállalkozás felé, ahogy egy hagyományos bolti vásárlásnál is megtennénk, ezt mondjuk általában e-mailen szoktuk tudni megtenni, és ha hibás teljesítés történt, akkor ugyanúgy a vállalkozásnak ki kell javítani azt a hibát, vagy ki kell cserélni számunkra a terméket, végső esetben pedig vissza kell adni a vételárat. Beszéljünk már picit a műszaki termékekről, ugye karácsonyra elég sok ilyet szoktunk ajándékozni, és hát ott is előkerülhetnek problémák, akár mondjuk ugye az szokott lenni a rendeltetésszerű használat mellett, ugye ez a klasszikus kifejezés, de mégis történik valami probléma, és bizonyos időn belül meghibásodik. Mi utálással egyebekkel, akkor mi a teendő, mit kell ilyenkor, mi a procedúra? Itt is ugyanaz a helyzet, tehát mindig az az első, hogy nem otthon puffogunk magunkba, hanem azonnal bejelentjük a vállalkozásnak a hibát. Hogyha van mondjuk telefonos ügyfélszolgált, oda is be lehet jelenteni, ha van e-mailes elérhetőség, oda is. Ha másképp nem, akkor visszamegyünk a vásárlás helyszínére, és ott vetettünk fel jegyzőkönyvet. Ez egyébként nem kényszer, hanem ez a kötelezettség a vállalkozás oldaláról, hogy neki fel kell venni a jegyzőkönyvet, ami panaszunkról, és abból nekünk kell kapni egy példányt. Ha ez kisebb méretű, ez a műszaki cikk, mely tömegközlekedési eszközön is szállítható, akkor nekünk kell eljuttatni a vállalkozáshoz, hogyha mondjuk egy, nem tudom, beépített sütőről beszélünk, vagy beépített hűtőszekrényről, akkor pedig a vállalkozásnak kell kiküldeni szerelőt a helyszínre, tehát a lakásunkban, hogy megnézze, hogy mi a hiba, és ott eldöntik, hogy akkor ez javítható, vagy nem javítható, és akkor ki kell cserélni, vagy cserélni se tudják, mert ugye a csere azt jelenti, hogy ugyanilyen méretű, típusú, színű, tehát teljesen ugyanolyan készülékre kell tudni kicserélni. Ha nincs, akkor végső esetben vissza kell adni a vételárat számunkra. Egyébként az évek során mennyire változott az a helyzet, hogy mondjuk több panasz érkezett, kevesebb panasz érkezett, vagy akár a panaszoknak a minősége mennyire változott? Meg ugye beszéltünk arról, hogy az internetes vásárlások picit megváltoztatták a vásárlási szokásainkat. Ez mondjuk a panaszok vonatkozásában mennyire látszik? Így a hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszok, azok nem változtak, tehát azok mindig ugyanúgy jelentkeznek. Hát igen, mert hát az előfordulhat. Ugye időnként keveredik a hibás teljesítés, meg hogy nem erre gondoltam, tehát mondjuk az online vásárlásnál, hogy ott nem tudom kipróbálni az adott terméket, és mondjuk kézhez veszem az online vásárolt telefont, és akkor kiderül, hogy hát mégsem néztem meg annyira a leírását, és nem tudja pontosan azokat a funkciókat, amiket én szeretném,
szerettem volna, de a leírás szerint nem is kell tudnia, akkor ez nem minősül hibás teljesítésnek, tehát ugye itt ezeket el kell tudni választani egymástól, de egyébként alapvetően a klasszikus hibák ugyanúgy ott vannak, és hát sajnos azok a hibák is továbbra is fennállnak, hogy sokáig tart a javítás, vagy mire alkatrészt beszereznek, vagy bármi ilyesmi, pedig azért erre a jogszabály most már választat, hiszen hogyha 30 napon belül nem sikerül kijavítani az adott készüléket, akkor ki kell cserélni, tehát most már azért szigorúbb ilyen szempontból a kötelező jótállás alá eső termékek esetében a jogszabály. Még egy dolog az internetes vásárlással kapcsolatban, és ez a fizetésre, adatokra vonatkozik, nem feltétlenül a termékre, mert nyilván ahhoz is kapcsolódik. Nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik önhöz, de ugye nagyon sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy az adatokra sem igazán figyelünk oda, hanem nagyon könnyen kiadjuk az információkat. Ezzel kapcsolatban érkezik-e panasz, és egyáltalán mit kell, vagy mit lehet ilyenkor tenni? Ilyen jellegű panaszok hozzánk nem szoktak érkezni, hogy milyen adatokat kell megadni, vagy hogy lehet vásárolni. Ugye hát időről időre feltűnnek olyan weboldalak is, ahol mondjuk ilyen bankkártya csalások történnek, hát ki kell mondani, de ezek azért nem sok ahhoz képest, hogy mennyit vásárolunk. Tehát arra vagy nem figyelünk még eléggé, hogy valóban... Még mindig nem, mondjuk. Igen, hogy mi lesz majd az adatainkkal, és megadunk mindent mindenhol, legyen az bármilyen közösségi média felület, vagy legyen egy online vásárlás, de ilyen jellegű panaszok nem szoktak hozzánk érkezni. Akkor reméljük a legjobbakat, és hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, meg a friss információkat dr. Kispál Editnek, a Fogyasztóvédelmi Egyesület Országos Szövetségének szóvivőjét hajtottak. Köszönöm szépen még egyszer önnek. Minden jót kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes. Így van, folytatjuk már is az aktuált, egészen 9 óráig tart a műsor, és ugye az előbb azt említettem, hogy elégetlen enyhe volt itt nálunk az idő. Hát nem ez a helyzet Amerikában, ahol nagyon-nagyon súlyos az ítéletidő, és több millió embert érint mindez egyébként Észak-Amerikában, és több mint 1 millióan maradtak egyébként áram nélkül. Úgyhogy tényleg elég súlyos a helyzet. Vujic Tritko kollégám ott van, ha jól tudom, Florida keleti partjainál. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Kellemes hajnalt mindenkinek! Igen, épp akartam kérdezni, hogy nálatok most hány óra van éppen? -6 óra van, tehát 2:30. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Hát ugyan elég súlyos hírek érkeznek Amerikából már, mint ami a vihart, illetve az ítélet időt említi, és egy súlyos halálos áldozatokról is szó volt. Ott mi a helyzet? Milyen friss információkat láttál, hallottál? Hát tudod, nagyon érdekes, és egy nagyon pici háttérrel hadd kezdjem. Persze. Én egy narancs kikötő nevű településen lakom, Port Orange. Ez a neve, és az Egyesült Államokban annak idején itt volt a legtöbb narancs, és ezért, mivel sok narancs ültetvény volt, elnevezték narancs kikötőnek. És nincs már narancs kikötő, tehát nincsenek ültetvények, mert egyszerűen annak idején elfagytak. Az idei tél brutális, és egyébként az idei szezon is brutális, ugyanis, hogyha belegondolnak, akkor ahol én például vagyok, 2 hurikánt éltünk át 5 hét leforgása alatt. És ami itt van, az egy magyar szemmel még nem drámai, de hogyha itt a floridaiaknak azt mondom, hogy mínuszba, tehát Celsiusban mínuszba fordult a hőmérséklet, akkor az itt is példa nélküli, tehát mi most az elmúlt 3 évtizednek a leghidegebb telét éljük meg itt a helyszínen. De ez nem drámai ahhoz képest, ami északon van. Tehát több mint 50 ember halt meg. Buffalo városa megközelíthetetlen. Szerdáig lezárták a Buffalo-nak a repterét. 1 méter 30 centis hó van ott. A város bizonyos részei megközelíthetetlenek. A kormányzó azt mondta, hogy amikor elindul az olvadás, akkor nagy valószínűséggel újabb halottak lesznek, hiszen vannak régiók, amik egyáltalán nem megközelíthetőek. 18 000-nél több repülőjáratot töröltek az elmúlt napokban, további törlések várhatók, a tömegével több, tehát többszöröse ennek a 18 700 járatnak az a
ahányan elkéstek, ahány járat elkésett, a karácsonyi csúcsforgalom gyakorlatilag megállt, és tényleg katasztrófa helyzet van, ahogy a New York-i kormányzó mondta, háborúban állunk a természettel. Igen, és ugye azt is olvastam, hogy az amerikai elnök egy szövetségi katasztrófavédelmi segét is jóvágyott például New York állam számára. Ezek a segélyek, ezek mennyire tudnak ilyenkor segíteni egy ennyire súlyos helyzetben? Szóval mit lehet ilyenkor tenni, és hogyan viselik az emberek ezt a helyzetet? Mit látsz, mit hallasz? Ugye a törvényhozás, illetve az államapparátus az gyakorlatilag két lépcsős, van az állami, és aztán van a szövetségi. Akkor, amikor már a szövetségi rendszerhez fordulnak, akkor nagy a baj, tehát például a New York-i kormányzó Biden elnökkel is egyeztetett, és kérte, hogy megkérdezte például, hogy a Nemzeti Gárda, vagy a Nemzeti Gárdának, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak a szövetségi részének milyen segítsége tud megérkezni önmagában az államban, de például Buffalo városban például vannak olyan részek, ahol hiába lenne még egy tűzoltó autó, nem tudna közlekedni. Egyébként az, hogy tél miatt kötelező kijárási tilalom van, az is egy nagyon nagy ritkaság, mert az egy másik dolog, hogyha valaki nem tud kimenni. Szóval vannak olyan részek, ahol effektíve nem, ahova nem tud eljutni a segítség. A másik pedig az, hogy Ági, hogyha nincs áram, akkor hogyha az áramszolgáltató nem tudja például az áramellátást biztosítani, akkor azon nincs szövetségi segély, amelyik tudna segíteni. Tehát vannak olyan helyek, ahova vinnének transformátort, vinnének generátort, de nem tudják eljutatni oda a generátort, és nyilvánvalóan olyan régiókban, ahol például az orvosi ellátás generátor függő, áramfüggő nyilvánvalóan mindenhol, ott nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Mi a helyzet a boltokban, a kereskedelemben? Szóval ugye nyilván itt végigbeszéltük, hogy mennyire súlyos közlekedni, és ugye kimenni se nagyon lehet. A boltokban van áru, vagy el tudnak tehát van élelmiszert, kapnak az emberek? Mit lehet ilyenkor tenni? Hadd említsem a szeptember végi katasztrófa helyzetet, amikor is ugye jött az ilyen hurikán, is nagyon-nagyon sokan meghaltak. Az Amerikai Egyesült Államok bizonyos régióiban bizonyos természeti katasztrófákra tökéletesen fel vannak készülve. Tehát például a Big Island-en, Nagy-szigeten, Hawaii-on, ahol tavaly, illetve az elmúlt két évben éltem. Most, amikor kitört a Mauna Loa vulkán, akkor mivel pontosan tudták, hogy nagyjából amikor kitört, akkor onnantól fogva az árukészletet megemelték, és mivel a vulkán lassabban, vagy a vulkáni láva lassabban vonult, ezért felvásárolták a termékeket. Akkor, amikor szeptember végén jött az ilyen hurikán, és pontosan tudták, hogy van még 3 napjuk, felvásároltak mindent, és akkor igazából azok a klasszikus termékek, tehát a cukor, a liszt, a WC-papír, higiéniai eszközök eltűntek a boltokból. És most is azért volt előjele annak, hogy nagyon-nagyon erős lesz a természet, hogy nagyon-nagyon nagy kihívás elé állítja az embereket, ezért igazából mindenki is bespájzott, mindenki felvásárolta azt a bizonyos, tehát ivóvizet, a lisztet, a cukrot, a WC-papírt, a higiéniai eszközöket, ezeket felvásárolták, de most bizonyos régiókban teljesen esélytelen, nem az, hogy valaki bármit is vegyen, hanem az, hogy a bolt kinyisson, nem a bolt nem nyit ki, hanem nem jutnak el oda az emberek. És az emberek egyébként hogy bírják idézőjelben, hogy így kérdezem, egyáltalán például a média tud-e ilyenkor segíteni, tud-e információt adni, hogy mire számítanak, mit tehetnek, szóval mennyire, hogy viselik ezt a helyzetet, mit lehet erről tudni? Említettem neked ezt a bizonyos kijárási tilalmat és a kijárási nehézségeket. Klasszikus az, amikor van egy természeti katasztrófa, most említettem ugye az éppen most kitört vulkánt, a Mauna Loát, vagy például nálunk azt a bizonyos hurikánt. Ugye, amikor a hurikán van, akor fogja az ember, és bedeszkázva az ajtóit, ablakait, ezt ugye 5 hét alatt 2-szer is megtette a floridai ember. És akkor, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy jön egy természeti katasztrófa, nagyon sokan csinálják azt, főleg a modern technikának a köszönhetően vagy segítségével, amikor ugye egy ház be van kamerázva, hogy fölülnek egy repülőgépre, és elmennek valahova. Tehát Floridának például megemelkedett a forgalma, és nem csak azért, mert klasszikusan karácsonykor az ember elmegy kirándulni, hanem azért, hogy az ember, akinek itt van például hétvégi háza, nyaralója, másik háza, ez ugye nagyon tipikus az Egyesült Államokban, hogy valahol nagyon messze van az ő nyaralója, tehát itt ugye nagyon nagy távolságok vannak. Ne úgy képzeljük el, hogy valaki Pesten lakik, és a Belencei tónál vagy a Balatonnál van egy nyaralója, hanem
Chicagóban lakik, és Floridában van a nyaralója, nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak itt. Ugye nem véletlen az, hogy például itt nagyon sok a hajléktalan, mert a hajléktalanok a melegebb helyre húzódnak, ezért például Hawaii-on, vagy ezért például Floridában nagyon sok a hajléktalan. Szóval szumma-szumárom azt akartam mondani, hogy nagyon sokan fogták és felültek egy repülőre, amíg lehetett. Uh-huh. Aztán előbb állami, majd szövetségi szinten is azt mondták, hogy akinek nem életbevágóan fontos, nem mozduljon már ki otthonról, ezt követően pedig bevezették a kijárási tilalmat. Például az ilyen hurikán idején nálunk Floridában, most pedig New Yorknak a keleti és észak-keleti régióiban, Buffalo-ban is környékén. És egyébként, tehát ugye arról nem is beszélve, hogy mindez a súlyos és sok-sok csapás, ráadásul karácsony idején következett be. Egy picit, ha személyeset is kérdezhetek, mondjuk ti ezt így családként hogyan éltétek meg? Milyen volt ott a karácsony? Szóval mennyire nyomta el, hogy kérdezem az ünnepeket, ez a súlyos helyzet? Hát figyelj, én azt mondom neked, hogy minden pótolható. Most azt mondom, a kisfiam ugye megérkezett hozzánk karácsonyra, és a csomagja eltűnt, de olyannyira, hogy azt se tudják, hogy hol van. Viszont több százezer csomag tűnt el, tehát ilyenkor az ember azt mondja, hogy ahhoz képest, nyilván, hogyha azt mondja, pici bosszúság, de mi ez a bosszúság ahhoz a tragédiahoz képest, amit mások átélnek. Nekem, hát nagyjából én 10 évet éltem az elmúlt, tehát 10 évet éltem életem során az Egyesült Államokban, 10-11. 12. karácsonyom lehet ez most. Ugye az ő családi ünnepeik, Ági, egy picit áthelyeződtek, hogy így mondjam. A Magyarországon ugye nálunk a karácsony és az új év közötti időszak az az elcsendesedésnek, a családi ünnepnek az időszaka, ez az, amikor karácsony, szenteste együtt van a család, aztán másnap együtt van a család, karácsony másnapján átmennek nagymamához, nagypapához. Ez a fajta családi együttlét az elmúlt időben azért áttevődött hozzá, de náluk a november 4. csütörtökére, Thanksgivingre, háladás napjára, ugye ez az az időszak, amikor a legtöbbet utaznak az Egyesült Államokban, és inkább én magyar fejemmel, vagy közép-kelet-európai agyammal inkább azt mondanám, hogy az ő családi ünnepük inkább már a háladás napja, ez az, amikor ugye pulykát, meg mindenféle szószokat esznek, együtt vannak egyszerre, 6 darab profi kosár, vagy foci meccset adnak, és akkor mindenki azt nézi. És a karácsony, bár szintén megmaradt egyfajta családi ünnepnek, talán egy kicsit azt mondom, hogy áttolódott kereskedelmi ünnepé, tehát ez az, amikor mindenki megajándékoz mindenkit, amikor nem lehet plazma tévét kapni, amikor az új mobiltelefonokból kirabolják a boltokat. A mi karácsonyunk szépen telt, hagyományosan telt, ami azt jelenti, hogy nálunk december 24-én jött és a Jézuska. Akkor a klasszikus menetrend szerint. Igen, december ég van, mert itt december 25-én is a Mikulás jön, sőt, az elmúlt 2 évben ugye a Mikulás az Waikiki partjainál mindig szörfdeszkával jött, vagy szörfel jött, vagy kis hajóval jött, mert Hawaii-on térdnadrágos Mikulás jön, és 25-én, de nálunk azért megmaradt ez, és mivel a környékünkön lakik Közép-Florida, egyetlen volt éttermének szakács párja, ezért elkészítettek még halászlevet is. Volt benne letény hal, mert itt nem ismerik a pontyot, mert szálkás, és az amerikai azt nem szereti, mert túlvakarás, tehát letény halból, meg harcsából, de volt halászlet. Na hát akkor nagyon boldog karácsonyt kívánok, jutólag is természetesen, halászléstől mindenestől. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és hogy meséltél a helyzetről, és reméljük, hogy picit jobb lesz a helyzet napokon belül. Köszönöm szépen neked, minden jót! Mi is reméljük, és Ági, neked is, családodnak is, és a kedves rádióhallgatóknak is békés ünnepeket, és áldott ünnepeket, és sikeres. Mondhatom azt, hogy talán nyugodtabb és sikeresebb, de mindenképpen feszültségmentesebb boldog új évet kívánok innen 8000 kilométerre a stúdiótól. Így legyen, köszönöm szépen még egyszer. Szia, minden jót! Szép napot mindenkinek, minden jót! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. És akkor folytatjuk már, és méghozzá az ingatlanpiacról fogunk beszélgetni, mert hogy ez volt talán az egyik olyan terület, amit hát kifejezetten sújtott, és voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, azt gondolom, hogy ez a minimum, amit elmondhatunk róla. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető szakértőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És ugye azt hiszem, hogy jól mondtam ezt, hogy és akkor még finoman fogalmaztam, hogy tényleg hullámhegyek, hullámvölgyek ebben az évben az ingatlan piacon. Most mire számít? Egy picit értékeljük már az elmúlt évet. Ugye mi is sokat beszélgettünk arról, hogy hát eléggé megrázta az ingatlan piacot is az elmúlt év, és hogy olyan új tendenciák, olyan új trendek voltak, amelyekre igazából nem is nagyon lehetett számítani nagyjából, ha így volt 2022-ben. Igen, hogyha visszagondolunk, hogy 2021 végén mire számítottunk, hogy milyen lesz a 2022-es év, akkor szerintem nagyon sokan a szívükre tehetik a kezüket, hogy ami ténylegesen történt, arra nagyon kevesen számítottak, és így van ez az ingatlan piacon is. Eleve nagyon erősen indult az év, ez többek között annak volt köszönhető, hogy az infláció érezhetően felpörgött már az év elején is, és nagyon sokan szerettek volna értéktartó befektetési formába menekülni a vagyonukkal, megtakarításaikkal, ezért nagyon sokan vásároltak befektetési célra lakást. Ez a megnövekedett vevőszám, ez érezhető volt az árak emelkedésében is, és nem csak az infláció előtt félelem mozgatta az embereket, hanem az a járulékos hatás, ami az infláció növekedésének köszönhető, hiszen a jegybankok az infláció ellen a kamatemelésekkel tudtak védekezni, és ez már évelején láthatóan elkezdte növelni a hitelkamatokat, így azok is bekapcsolódtak az évelei vásárlási lázba, akik az év hátralevő részébe terveztek ingatlant lenni, de tudták, hogy a hitelkamatok emelkedése miatt minél előbbre hozzák ezt a vásárlást, annál jobban járnak. Ezt már sejtettük évelején is, ezt már többször beszélgettünk itt a Spirit FM keretein belül is, hogy valószínűleg ezek a vevők hiányozni fognak év végéről, és ez így is lett. Gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kitörése az még egy súlyosbító tényező volt ebben a helyzetben, mert ugye ott az elszabaduló energiárak még inkább nyomást gyakoroltak az inflációra, és az energiának volt egy olyan hatása, ami a mindennapi életünket a rezsiköltségeken belül is meghatározta, és ez adott még egy pofont az ingatlan piacnak, de ahogyha ezt picit pozitívan szeretnénk megfogalmazni, vagy értékelni, akkor ez egy kiózanító pofon is lehet, ennek is lehet értékelni, mert így az energiatudatosság és az energiahatékonyság új szempontként lépett be nyár végén a hazai ingatlan vásárlók és eladók viselkedésébe. Úgyhogy ez az év hátrevő részébe egyrészt nagy bizonytalanságot is okozott, sokkal kevesebb lett a vevő, ez pedig az árak emelkedését is megállította ősztől. Tehát ha jól értem, és ha már itt a kiózanodásnál járunk, ami a piacot illeti, akkor ezek szerint valahogy egyensúlyba, egy picit jobban egyensúlyba került a piac olyan értelemben, ami meg volt, hiszen ugye korábban ön is sokszor elmondta, hogy kicsit túlpörgött talán a piac, most akkor helyreállt, vagy akkor még további csökkenés várható? Mármint az árakban, vagy akár a keresletben is. Igazából egyensúlyba került abban a szempontból, hogy a sokkal kisebb fizetőképes kereslethez alkalmazkodott a piac. Ugye nincs is más lehetőség ilyen helyzetben, mint hogy alkalmazkodik a piac a megváltozott körülményekhez, és azzal, hogy sokkal kevesebb a vevő, az árak növekedése is megállt, sőt, még 2022 legvége előtt azt mondtuk volna, hogy akár bizonyos ingatlan típusoknál jelentős átcsökkenés is végbe mehet, és azért jól jellemzi az idei év változékonyságát és fordulatosságát, hogy néhány nappal karácsony előtt jött a rendelet, miszerint átlagfogyasztás fölött is változatlan áron lehet gázt vételezni, meg gázt felhasználni. Ez azért egy némileg enyhíti azokat a várakozásokat, ami alapján óriási nagy áresést prognosztizáltunk bizonyos ingatlan típusoknál, szóval a kisebb településeken, mert ugye ebben az új helyzetben valószínűleg inkább mindenki a kivárásra játszik, ez továbbra is sokkal kevesebb vevőt jelent, ami pedig leszűkíti az ármozgásokat, mint pozitív, mint pedig negatív irányba. Akkor maradjunk is az áraknál, nyilván sokan, aki egyáltalán most abban gondolkozik, hogy elad vagy vesz lakás, nyilván az árakat figyeli, hogy hogyan alakulnak a tendenciák ezzel kapcsolatban, és úgy említette, hogy csökkenő tendenciák is megfigyelhetők, na de mennyire csökkennek majd az árak, vagy tovább csökkennek, vagy megállnak? Mire lehet számítani, mondjuk visszaesnek az árak, akár a pár évvel ezelőtti helyzetre, vagy azért annyira nem, és aztán itt még itt is kiegyenlítődik majd a piac?
Ugye itt minden relatív, mert gyakorlatilag az elmúlt 6-7 évben 2-3-szorosára nőttek az ingatlan árak, tehát itt már egy amúgy egyébként nagy arányúnak nevezhető 10-20%-os árcsökkenés is csak a tavaly előtti árszintekre vinné vissza az ingatlanok árát, de azért ilyen nagymértékű árcsökkenésre nem számítunk. Inkább a stagnálás lehet az, ami irányadó lehet 2023-ban, és hogyha valaki a kínálati árakat nézi, akkor ott abból az a fajta stagnálás már kirajzolódik, de ami a tényleges adásvételeknél bekövetkezik, az egy nagyon érezhető változás lesz, mégpedig abból a szempontból, hogy mivel sokkal kevesebb a vevő a piacon, ezért a vevők alkupozíciója jelentősen javul. Tehát magyarul az eddigi 3-4-5%-os alkukat akár a 10-15%-os alkuk is felválthatják, és ez átrajzolhatják az árakat is bizonyos környékeken. Egyébként ez a mozgás, ez Budapestre és vidéki városokra jellemző, vagy kis településekre is? Mert ugye erről is szó volt korábban, hogy ezért nagyon mások a mozgások mondjuk egy budapesti belső kerületben, vagy egy kiemelt kerületben, második, harmadik, első kerületben akár, vagy 12. kerületben, meg mondjuk egy kis településen. Szóval itt mennyire mások a tendenciák? Igen, hát az ingatlan piacon azért az alapvető szabályok nem változnak, tehát az ingatlanok értékét továbbra is az ingatlan elhelyezkedése, Konrad Hilton szavait idézve, a lokáció, lokáció, lokáció határozza meg, és ez nem lesz másként sem. Ezt viszont összekötném azzal az érdekes jelenséggel, amit az elmúlt 2 évben élhettünk hát mindannyian, akik így az ingatlan piac közelében mozogtunk, vagy azok a hallgatók is, akik esetleg költözést terveztek, hogy amíg a Covid ideje alatt mindenki inkább kiköltözött a nagyvárosokból, addig most a 2022-es évben hirtelen népszerűbbé váltak azok a társasházi lakások, alacsony alapterületű, kis alapterületű garzonlakások, ahol ugye a rezsiköltség szinte bizonyosan a megfizethető kategóriában maradhat. Tehát ilyenfajta mozgások is megfigyelhetők, tehát ebből adódóan valóban igaz, amit felvetett, hogy a kisebb településeken, a nagyobb alapterületű ingatlanoknál nagyon mértékű lehet az árak csökkenése, ha ez lesz az irányadó tendencia. A nagyobb városokban pedig a kisebb alapterületű garzonlakások meg valószínűleg jobban fogják tartani az értéküket, főleg, hogyha ezek korszerű, energiahatékony, adott esetben újszerű vagy újépítésű állapotú ingatlanokról beszélünk. És ugye a másik része ennek a történetnek már nyilván a banki hitelek helyzete ezzel kapcsolatban, ugye itt a hitelek is, hát finoman szólva kimozdultak és változtak. Itt a kondíciók változása és az, hogy mire számíthatnak mondjuk az esetleges vevők, ők, ez mennyire módosítja ezt a helyzetet és mindazt, amit az előbb vázolt? Igen, az a fajta kiózanodás, amit az ingatlan piacon fölvázoltunk, ez leginkább a hiteleken keresztül mutatkozhat meg, mert az elmúlt 4-5 évben a dinamikus és drasztikus áremelkedést az emberek tudták kompenzálni azzal, hogy egyre olcsóbb hitelek álltak rendelkezésre, és magasabb összegű hitelfelvétel sem okozott akkora nagy problémát. Így elértük azt, hogy szinte minden második ingatlant már hitelre vásároltak a vevők. Most ez a jelenlegi helyzet, amikor például tavaly nyáron még 2-3%-os hitelajánlatokat kaphattak a vásárlók a bankoktól piaci alapon, ez most már annyira megváltozott, hogy már a 9-9,5%-os ajánlatok is jónak számítanak a bankok részéről, hogyha valaki lakáskölcsönt szeretne fölvenni. Tehát ez egy nagyon drasztikus változás, ami alaposan visszaveti a vásárlási kedvet, és nem csak a kedvet, hanem tulajdonképpen az adásvételek számát is, mert manapság nagyon kevesen vannak azok, akik mondjuk mellényzsebből ki tudnak fizetni 20-30-40 vagy Budapest inkább 50 millió forintot egy átlagos lakásért. És ugye itt még bejön az a faktor is, hogy Magyarországon az emberek túlnyomó többsége, tehát több mint 90%-a saját tulajdon ingatlanban lakik, tehát hogyha tovább szeretne valahova költözni, akkor az ő meglévő lakását is valószínűleg el kell adni ahhoz,
hogy ez a költözés végbe mehessen. Viszont ha sokkal kevesebb a vevő a piacon, akkor ennek a meglévő lakásnak az eladása is nagyobb nehézségekbe ütközik, és ez tovább lassíthatja azokat az ingatlanpiaci folyamatokat, amik elindultak 2022-ben, nevesen az áremelkedésre gondolok, illetve arra, hogy most egy picit nyugodtabb időszak következhet be a lakáspiacon. És akkor még egy kérdés ugye a végére, hogy ugye azt látni mégis talán ennek mindezek ellenére az ingatlan piacon, hogyha mondjuk valakinek jó a lakása, és itt a jó alatt azokat a kondíciókat értem, amiket ön is említett, hogyha jó ez a bizonyos lakás, jó helyen van, jó az elhelyezkedése, jók a kondíciói, felújított, stb. Tehát ezeket nem is sorolom. Az ilyen típusú lakások még mindig akár és gyorsan el lehet adni, vagy már ezen a szinten is beköszönt ez a változás, amit az előbb említett meg, amit végigbeszéltünk, vagy azért ezen a rétegen még mindig gyorsan el lehet adni ezeket a lakásokat? Igen, tehát ezek, hogyha abszolút kedvező feltételekkel rendelkező ingatlanokról beszélünk, ezek továbbra is kerendőek a piacon, hiszen általában ezek az elérhető legjobb lakások, és ezekre biztos, hogy könnyebben és gyorsabban fogunk vevőt találni. Amúgy egyébként az értékesítési időkből levezethető az, hogy bár a lassulás már 2022-ben bekövetkezett a lakáspiacon, azért még nem beszélhetünk tragikus, hosszúságú eladási időkről, mert az eddigi 50-60 napos értékesítési idő 70-80 napra nőtt a nagyvárosokban, ami bár hosszabb, és mondjuk százalékosan kifejez akár 20-30%-kal is hosszabb értékesítési időt jelent, de azért ez a 2-3 hónap még az egészséges kategóriába tartozik egy-egy lakás eladás szempontjából. És ez nem is változott meg akkor mondjuk a vidéki nagyvárosok tekintetében, és tehát ez az utolsó kérdés a végére, mert szó volt arról is, hogy például voltak olyan, vagy vannak olyan nagyvárosok, ha jól emlékszem, Debrecent említette korábban, vagy akár Győrt, ahol kifejezetten hasonlók a tendenciák, és mondjuk a négyzetméter árak legalább annyira súlyosak és magasak voltak, vagy voltak, mint mondjuk Budapesten. Igen, az általánosságban jellemzés, az elmúlt 2-3 évnek az eredményeként értékelhetők, hogy a bizonyos nagyvárosokban, amik iparilag is fejlettek, vagy fejlődés előtt állnak, Győr, Kecskemét, Debrecen tartoznak ezek közé, de ide sorolható Veszprém vagy Szombathely is. Így gyakorlatilag olyan szinten cserélnek gazdát az ingatlanok, mint 2-3-4 évvel ezelőtt Budapesten. Tehát itt ez a Budapest vidéki árolló a lakáspiacon meglehetősen szűkült, és nyilván a legkövetkező időszakban is ezeknek a nagyvárosoknak a keresettsége, vagy ezeknek az ingatlanoknak az értéke vélhetően nem sokat fog változni, feltéve, hogyha jó adottságú ingatlanokról beszélünk. Amúgy egyébként, hogyha 2023-as évre egy jó tanácsot lehetne megfogalmazni, akkor én azt javaslom azoknak a vevőknek, akik vásárlást terveznek, hogyha meg tudják lépni a költözést, akkor érdemes ezt meglépni és nem halogatni, mert most még ha például kapunk hitelt még ilyen feltételek mellett, és van egy kiszemelt ingatlan, amiben szívesen beköltöznénk, és ezt most meg tudjuk tenni, nincs kőbevésve az, hogy ez a későbbiekben is ez a lehetőség fenn fog állni, és itt a pénznek van, vagy az időnek van egy komoly értéke, ami a pénzre nehezen átlátható, ami az élethelyzetváltozásokból adódó költözési kényszer mielőbb végigvitelében adódik, tehát ha meg tudjuk tenni azt, hogy fejleszünk a lakhatási körülményeinken, akár energiahatékonyság, vagy akár az ingatlan elrendezése, vagy nagysága szempontjából, akkor ezt érdemes meglépni 2023-ban. Minden más esetben pedig valószínűleg a kivárás lesz az alkalmazott stratégia reményként. Hát azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon jó tanács volt. Köszönöm szépen Balog Lászlónak, az ingatlan.com vezető szakértőjének, hogy át tudtuk beszélni ezt az évet, meg hát a jó tanácsot is így a hallgatók nevében is. Köszönöm szépen, és szép ünnepet, minden jót kívánok. Viszonthallásra. És ennyi volt mára az Aktuál, mert hogy 8 óra 57 perc van, mindjárt 9 óra, viszont holnap is lesz ugyanilyen időben élő Aktuál, 8 és 9 óra között, vagy Erek Anikó várja majd akkor önöket. Én mára köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen a segítséget, a műszaki segítséget Kártai Kristófnak, a szerkesztő pedig Hazafi Zsolt volt. Lampi Ágnes hallották, szép napot, szép pihenést kívánok!